de hát elfelejteni nem lehet. Négy forduló után négy vereséggel álltak, de az ezt követő kilenc forduló során jelentősen javult a kecskeméti csapat teljesítménye. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy az első négy fordulót követő kilenc fordulóban ötször nyert a kecskeméti csapat, és csak egyszer szenvedett vereséget. Így tehát ott már jobb volt a teljesítmény, jobb volt a produkció, és hát jöttek is a pontok. A kecskemétiek azt is kiszámolták, hogyha az első négy forduló nem lett volna, vagy hogyha azt ugye el lehetne törölni, akkor a dobogon állna a csapat a későbbi teljesítmény alapján, de hát ugye ilyen lehetőség nincsen. Nikolić az egyik főszereplő lehet ma is, minden mérkőzése, minden bajnokin a kapuba talált Nikolić Nemánja, amelyen pályára lépett. Ez a sorozat az előző fordulóban szakadt meg, akkor ugye a Honvéd ellen 1-0-ra győzött Kovács István góljával a videóton, akkor tehát nem talált a kapuba Nikolić, de egyébként ezt a Honvéd elleni találkozót leszámítva az összes bajnokin vezeti is a góllövő listát. Ami pedig a kezdőrugást illeti, ez egy önmagán túlmutató kezdőrugás volt. Fáriné Boros Erika végezte el, aki a Kecskeméti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola vezetője, ugyanis a Kecskeméti Labdarúgó Klub 2015-től tovább kívánja bővíteni az utánpótlás képzést, és ehhez az elképzeléshez, ehhez a tervhez keresett egy stratégiai partnert, egy partneriskolát. Ez lett végül a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, mert hogy a klub szeretné lehetővé tenni kiemelt tehetségek számára a sporttagozatos iskola választást. Így tehát a II. Rákóczi Ferenc és a Kecskeméti klub alá is írt itt a mérkőzés előtt egy együttműködési megállapodást, a tehetségeket tehát ebbe az általános iskolába irányítják. Na és akkor most már elkezdődött a mérkőzés, és láthatjuk majd, hogy vajon a mai napon hogyan működik a Bekő Balázs által megálmodott, kitalált, és hát a játékosok által megvalósított védekezés, amiről már ugye a stúdióban is szó volt. Ötvédős rendszerben futballozott a Kecskemét, és vélhetően futballozik a mai napon is, és a stabil védekezés a feljavuló teljesítmény alapja, ezt mondják a kecskemétiek, valamint természetesen az is, hogy Bebétó és Balázs Zsolt elől jól érzik a kaput, gólveszélyes játékosok, tehát hogyha megvan a stabil védekezés, akkor ez a két játékos el tudja dönteni a találkozót. Most éppen Balázs Zsolt indítja Bebétót, és lehet, hogy meg lesz a mérkőzés első helyzete, nem? Egy picit hosszú volt a labda, jött Kalatayud a kapujából, de rögtön láthattuk azt, hogy mire számíthatunk a kecskemétiektől. Ha megvan a labdaszerzés a pálya közepén, például akkor egy-két érintőből megpróbálnak odaérni Kalatayud kapujához. Jean Carillo is odasétált az oldalvonalhoz. Ez azért figyelmeztető jel a videótonnak is, mert bár természetesen igaz, hogy a videóton nagyon együtt van, vezetik ugye az NB1-es bajnokságot, és nagyon jó teljesítmény nyújtanak, itt van rögtön a válasz az iménti kecskeméti lehetőségre. Azért figyelnie kell természetesen a székesfehérvári csapatnak is. Jól működik a kémia, ezt mondják manapság, miközben még egyszer Szolnoki lövését láthatjuk. Jó, tehát jól működik a kémia, egymásra talált vezetőedzés csapata. Jean Carillo nagyon jól összerakt, ugye José Gomez távozása után ezt a videótont, nyilvánvalóan konzultáltak Burcsa Győzővel is a legfontosabb kérdésekben, több magyar van a csapatban, és hát nagyon stabilan jól futballozik a videóton. Azt mondták a játékosok, például Kovács István a mérkőzést megelőzően, hogy itt nem csak egy kezdő csapatról van szó, hanem 24-25 játékosról. A kezdők segítik a cseréket, és fordítva az edző partnernek tekinti a játékosokat, és hát a játékosok pedig, a csapat pedig igen-igen jó teljesítményt nyújt Jean Carillo kezei alatt. Enin Fulvestier, ráadásul a saját térfelének közepén, aztán végül Savicshoz kerül. Balázs Zsolt most már. Nyilvánvalóan a kecskeméti csatároknak, Balázsnak és Bebétónak tartaniuk kell a labdát, ameddig felzárkóznak a társak. Ugye létszám fölényben lesznek a videóton védők, és hát meg kell várniuk azt Balázséknak, amíg az öt védőből
a szélen megérkeznek a társak. Ugye 5 védő, 2 csatár, középen pedig 3 játékos a Kecskemétnél, Vukasovics, Eninful és Savic, legalábbis a mérkőzés előtt erre lehetett számítani. Vukasovics és Nikolic pár van, aztán egy lökés, de nem volt ez olyan vészes, közel állt Ivány játékvezető, és engedi tovább Vukasovics, tehát nem volt szabálytalan. Gyagya adja haza. Juhász Roland talán le is vehette volna, de visszabólintotta a mezőnybe. Sándor György, jó a becsúszás, Bebétó. Balázs, az látszik már itt az első percekben, hogy Bebétó és Balázs Zsolt jól érzik egymást, és az is látszik már rögtön itt a mérkőzés elején, hogy nem lesz könnyű dolguk a Videoton védők mellett. Gyurcsó harcol. Tuivel. Tomás Tuivel volt korábban a Videoton játékosa. Savic előnyszabályt ad a játékvezető, egy kecskeméti a földön. Balázs tovább húzta, talán pont onnan hiányzott kitől. Most már a Videoton vezeti a támadását a jobb oldalon. Jó ritmusban kezdődik a mérkőzés. Lüktető első perceken vagyunk túl. Videoton szöglet. Minden kecskeméti játékos a saját 16-osán belül. Most jön középre, egy fehérvári eltűnik. Pont Juhász Roland volt az. Hát nem véletlenül kapott Juhász Roland szigorú őrizetet a szögletnél. Ugye Juhász remekül futballozik, a csapatából is kiemelkedik, ott látható, hogy már a füvön ül, és a válogatottban is kiváló teljesítményt nyújtott Juhász Roland. 4 gólos eddig a szezonban. De hát, ha nem szerez gólt, akkor is kulcsfigura Juhász a szabadrugásoknál, nagy bedobásoknál, szögleteknél, mert ő rendre az ő fejét keresik a rövid oldalon a társak, és Juhász dolga az, hogy megcsúsztassa a labdát. Gyurcsó. Sándor helyezkedik mögé. Juhászé. Szolnoki. Arturo Álvarez, aki a Magyar Kupában a Diósgyőr elleni 2-1-re megnyert mérkőzésen adott gyönyörű gólpassz szép szóló után Nikolicsnak. Valami hasonlót várnának tőle ma is valószínűleg. Ez jó labda még a bal oldalra Savicstól, és a Videoton védők betolódtak középre, úgyhogy most van idő arra, hogy jobb legyen a beadás ennél. Lackó telibe találta az emberét Szolnokit. Megint akció közelben volt a játékvezető, és mutatja, hogy dobhat a Videoton. Eninfu szerzi meg, Balázs Zsolt. Megcsinál 2 szép cselt, és kiharcol egy szabadrúgást. Nem sok időt töltenek a csapatok a pálya közepén, és ez nekünk nézőknek mindenféleképpen jó. Nagyon gyorsan, ritmusosan próbálnak odaérni az ellenfél kapujához. Most Karán érkezik meg a szabadrúgáshoz. Bebétó meg természetesen már ott van. Feszült tekintet. Jöhet a kecskeméti szabadrúgás. 8. perc. Ez figura lesz így valószínűleg. Vukasovics. Gyagya. Most jön középre a labda, 3-an érkeznek, és egy játékos eltűnik. A játékvezető megint 2-3 méterre állt az esettől. Nem fújt Iványi, de most nem vagyok benne biztos, hogy jól döntött. Innen, ahonnan én ülök, innen úgy tűnt, hogy ez lökés volt. Itt a kommentátor állásból ez nagyon gyanúsnak tűnt. Hát majd, hogyha lesz idő, egyelőre nincs, mert ez stopira indul, akkor ezt érdemes lesz visszanézni. Nagyon lökésgyanús volt az eset. Ugye 3 székesfehérvári, illetve 3 kecskemét érkezett Gyagya kiváló beadására. Hát kíváncsi vagyok. Egyelőre Gyurcsónál a labda, stopira kapná. Kicsit a háta mögé érkezett, és stopira háta mögé megérkezett Eninful is, ezek szerint szabálytalanul.
Most a vendégek végezhetik el a szabadrugást, de előtte nézzük a lassítást. Juhász találkozott Karánnal. Így a lassítások alapján már annyira nem tűnik vészesnek az eset. Nem, ez nem volt büntető. Találkozott a két játékos, de Juhász a labda felé mozgott, nem volt lökőmozdulat. Úgy gondolom, hogy így a lassítások után korrigálnom kell magam, a játékvezetőnek van igaza. Gyurcsó és Arturo Álvarez a labda mögött, az valószínűleg azért Gyurcsóé lesz. Kapura tekeri, megpattan a sorfalon szöglet. Veszélyes volt így, hogy megpattant a labda, vagy legalábbis úgy tűnt, hogy veszélyes lehet, mert hogy Tuivel bemozgott a sorfal mögé, és ahogy megpattant a labda, és kapott egy gellert, ugye irányt váltott, hogyha nem megy ennyire föl, hanem a hosszú oldal felé csapódik Gyurcsó lövése, megpattanó lövés, akkor lehet, hogy Tuivel nem ért volna vissza. A rövid oldalra, Sándor György elengedi a labdát, most sikerül kivágni. Szolnoki. Egyből vissza Nikolic felé, Nikolic le tudja fejelni, Gyurcsó készül lövéshez. Megpattanó labda. Na, ez lökés volt. Szolnoki kitette a kezét. Lovric a kecskeméti védelem jobb oldalán, de nem felé száll a labda. Elnézést is kér Vukasovic. Talán jobban járt volna, hogyha a másik oldalt választja. Stopira. Jó a kényszerítő. Megy tovább Stopira, ez is még meg lesz neki. Laposan középre, hajszálpontos játék, gyönyörű akció, és aztán Gyurcsó célozta meg a rövid alsó sarkot. De ez lehet a videóton egyik fegyvere, ugye nagyon sok játékossal védekezik a Kecskemét, egyföl ott van az öt védő, másföl a szűrőjátékosok a védelem előtt. Nem biztos, hogy le tud jutni az alapvonalig a szélen a videóton. De hogyha így kis passzokkal, ritmusváltással meg tudja bontani a hazai védelmet, akkor el tud jutni helyzetig, lövésig, mint láthattuk az imént. Eninful. Vukasovic. Ugye a belső játékos a védelem közepén, ugye Vukasovic, a jobbján Karán, a labda pedig balra megy Gyagyához. Nem dobhat Lackó. A videótoné a labda. Stopira. Sándor és Gyurcsó is jön felé, de hogyha mind a ketten felé jönnek, akkor nehezebb előre vinni, vagy felépíteni a támadást. Simon fordítja át a jobb oldalra, Szolnoki. Labdát szerez a Kecskemét, Balázs gyorsít rá, van társa jobbján és a balján is, csak nem tudja kipasszolni Balázs a bal oldalra, de a ritmusváltás az megint jó volt a hazaiaknál. Lássuk, hogy a videóton ki tudja használni, hogy néhány játékos előragadt. Kovács húzódik ki a bal oldalra. Nikolic középen, mélységben indult a kapu felé. Rossz a passz Kovácstól. Nincs kint.
Stopira, Bebétóhoz passzol, és így a Kecskemétiről pattant ki a labda, ez meg szabálytalanság. Enin fújött nagyon nagy lendülettel. Sándor szépen mellel tovább, aztán játszanak egy kicsi Stopirával. Arturo Álvarez behúzódott középre, Szolnoki kikapja. Próbálják a videót a játékosai sok mozgással, pozícióváltoztatással megzavarni a kecskeméti védelmet. Most éppen Kovács volt bal oldalon, Nikolic kihúzódott a jobb oldalra, Álvarez volt középen. Kitül meg odarúgott Szolnokinak. Nincs hideg, mint látható, Joan Carillónak sincs szüksége kabátra. Azért ennyire nincs meleg, de hát őt valószínűleg a lendület, meg a lelkesedés az fűti. Rögtön fúj a bíró, és kifelé jár a szabadrúgás. Meg sem várta Iványi, hogy a labda beérjen középre, valószínűleg látta a bíró a rögtön a labda elrugásakor, hogy középen Sándor György szabálytalankodott. Visszafogott, azt mutatta Iványi. Tújvel. Eltelik az első negyed óra. Szépen tartja bent Bebétó. Remek mozdulat volt, aztán most már visszaszaladt a pályára. És kiharcol egy bedobást a Kecskemét. Csáklá. Az a Csáklá rúgta oldalra a labdát, aki Vinicius sérülése miatt került be a csapatba az előző fordulóban. Vinicius most ott van a székesfehérváriak kispadján. Elképzelhető, hogy még nem jött teljesen rendbe a belső védő. Eninful egyből vissza, nem tudja átvenni. Balázs aztán harcol, és még lehet, hogy nem lehet, nem is kell folytatni a mondatot. Szabálytalan volt Balázs. Olyanok vagyunk, mint egy család, ezt mondta Bebétó, és hát nyilván a család feje, Bekő Balázs, akiről a támadó azt mondta, hogy minden játékossal megtalálja hangot, és nagyon figyel is arra a kecskeméti vezetőedző, hogy mindenkivel megtalálja a hangot, jó, mindenkivel jó legyen a munka, mindenki értse, hogy mit kér a vezetőedző, és figyel arra Bekő Balázs is, hogy mindenkit biztosítson a bizalmáról. Álvarez. Nem csak egy közösség vagyunk, hanem nem csak egy csapat, hanem egy család. Egészen pontosan így fogalmazott a kecskemétiek támadója, és eddig úgy tűnik, hogy ez a közösség, ez a, ha úgy tetszik, család, akkor maradva annál a szónál, amit Bebétó használt, ez meglehetősen jó összhangban működik. A Joan Carillóék egyelőre nem tudtak helyzetbe kerülni. Egyébként ha már az imént láthattuk a videóton vezetőedzőjét is, akkor mindenképpen felhívom a figyelmüket, hogy Sport 7 című magazin műsorunkban holnap délután majd láthatnak egy hosszabb exkluzív interjút Joan Carillóval. Sok mindenről szó esett Mohai Bence interjújában. Ajánlom a figyelmükbe. Nikolic. Gyurcsó, picit rövid a labda, Csínybe kapta Stopira. Sőt, ráadásul kifelé jár egy szabadrúgás. Ezt elsőre, megmondom őszintén, nem láttam, hogy
mi volt szabálytalan, de az biztos, hogy megérkezik túlvel, és majd elvégzi. Most sem sikerült megfejtenem, hogy miért rúghat a Kecskemét, de valamit látott Ivány, amit én nem. A 19. percben járunk, Balázs egészen közel van Bebétóhoz, próbálták egymásnak megcsúsztatni a labdát, de egyikőjüknél sem kötött ki. Lackó azonban, aki fellép a támadáshoz, begyűjti a bal oldalon. Lackó adja, akartam mondani, hogy középre, de az igazán helyes megfogalmazás az, hogy kapu mögé a labdát. Ugye a bajnoki pozíciókról már szót ejtettem, ami más versenysorozatot, egészen konkrétan a Magyar Kupát illeti. Bekő Balázs csapata meglepetésre a 32 között elbúcsúzott, mert hogy a harmadosztályú Vásztól 5-2-es vereséget szenvedett. A Videóton továbbra is versenyben van, immáron a legjobb 8 között van Joan Carillo csapata. Ugye legutóbb a Diós Győrt 2-1-re verte meg a Magyar Kupában a Videóton, és jutott a legjobb 8 közé. Meg lesz a labda a Kecskemétnek? Nem. Kitől nem tudta befutni. Gyagya. Visszafújja a bíró, szabadrugást, tehát a hazaiak javára. Megnézte, hogy Gyagya, hogy hova is kellene rúgni azt a labdát, de hát így nem sikerült, hogy Álvarez megérkezett a háta mögé, és összekoccintotta lábait. Köszönhetően annak, hogy megvan a három belső védő a kecskemétieknél, tehát létszámban megvannak, így mindkét szélső védő, Lovrić és Lackó is felzárkózhat a támadásokhoz egyidejűleg is. Most Lovrić csúsztat Bebétó elől, sikerült elhozni a labdát. Csáklá keresztezett, aztán ellenfélhez passzol Savic. Karán. Henin full. Simon szépen húzta ki Álvarezhez. Kovács jól tartja meg. Ráadásul is csúszik a szembe jövő védő. Aztán Kovács egy picit belebonyolódott a történetbe. De visszaszerzi a labdát a Videóton nagyon gyorsan. Itt az első percek nagyobb rohanása után most már jobban, hát fogalmazhatok úgy, hogy jobban megbecsülik a labdát a csapatok, vagy úgy is mondhatom, hogy kicsit óvatosabban támadnak. Gyurcsó, ő rúgja ki, és nem kap szabadrúgást. Nem érti a dolgot Joan Carillo. Gyurcsó azonban tudomásul veszi a döntést. Szóval a kapuk nem nagyon forognak veszélyben. Most például Stopirától veszi el a labdát Bebétó, de összességében talán egy picit veszélyesebbnek érzem, vagy egy picit nagyobb fantáziát látok az eddig eltelt 22 perc alapján a Kecskemét játékában, mert már a kecskemétiek sem futballoznak kapura túlzottan veszélyesen, de a ritmus váltásaik, a középpályás labda járatásuk az nem tűnik rossznak, abban van fantázia. Bebétó és Balázs is sokat mutatja magát a labdával, mindkét játékos igen jó barátságban van. Úgyhogy valóban jól összerakta ezt a csapatot Bekő Balázs. Persze azt sem szabad elfelejteni, ez lökésgyanús volt, engedi tovább a bíró. Most azt hiszem, hogy igaza van Carillo vezetőedzőnek, aki reklamált. A labda azonban a hazaiaknál, kitől teszi ki Lackóhoz. Azt sem szabad persze elfelejteni, hogy a listavezető Videóton az ellenfél.
Szóval, ha egy kicsit kapura veszélyesebben játszanák a csapatok, akkor semmi okunk nem lenne panaszra. Hát enged Iványi játékvezető a kemény ütközéseket. Most éppen Kovács került a földre. És ezek a döntések most nem tetszenek a székesfehérváriaknak. Ez sem fog különösen. Igen, azt mutatja Jean Carrió, hogyha ezért fújt a bíró, akkor talán fújnia kellett volna néhány másodperccel korábban a pálya közepénél, amikor Kovács került a földre. Nézzük csak! Hát ez egy érdekes történet, mert itt van egy ütközés, aztán Kovács fogja be az ellenfele kezét. Nem kellett fújni a bírónak, jól döntött Iványi. Találkozott Kovács is, ha jól láttam, Vukasovics. És Kovács, bár ugye Juhász mindig reklamál, meg megjött Sándor György is. Kovács befogta ravasz módon az ellenfele kezét, nem volt ott szabálytalanság. Kecskeméti szabad rugás, elesik Kalatayud. És most fújt volna a bíró, hogyha a kapus nem tudja megfogni a labdát, de végül össze tudta szedni Kalatayud. Sprintel Álvarez, megérkezett Lackó. Négy támadó, négy védő, ebből még akármi is lehet, így nem. Lackó gyönyörűen megszerzi a labdát Arthur Álvareztől, aztán Sándor György szabálytalan, és meg fogja kapni Sándor a mérkőzés első sárga lapját. Azt hiszem, hogy talán még egy kicsit az indulat is ott volt Sándor Györgyben, ugye az iménti esetek miatt, amikor nem fújt Iványi, aztán most látta Sándor, hogy Lackó elindul, és esetleg végigvisz egy kontrát a Kecskemét, ezt akadályozta meg Sándor. Oda hol talán a lábuk akadt össze, mert a kezével így a lassítás alapján nem rántotta meg Sándor Lackót. Szép csel. Enim full. Bebétot keresi Les. Hát, talán Bebéto feje egy picit előrébb volt, és akkor jó a döntés. Ugye azok a támadó játékosnak azok a testrészei számítanak, amellyel gólt szerezhet, így értem szerint a keze nem, de a feje az ilyen testrész. Savic. Balázs visszalépett a kezdőkörbe. Lackó jön mögötte, Enim full, a többiek egy picit messze vannak Lackótól, Enim full kapja. Ez rossz. A videóton az eddigi 13 mérkőzéséből 10-et játszhatott hazai pályán, de hozzá kell tenni azt is, hogy azt a három mérkőzését is megnyerte, amelyet idegenben kellett megvívnia. Nyíregyházán, Szombathelyen és Pécsett lépett pályára. A videóton mind a három meccset 2-0-ra nyerte meg. Most azonban védekeznie kell a vendégcsapatnak. Hát el is mondta például Juhász Roland a székesfehérváriak közül, hogy a Kecskemét hazai pályán igen-igen masszív csapatbenyomását kelti. Keltette eddig és kelti a mai mérkőzésen is. Kovács a labdával eladja, de kap egy szabad rúgást. Igen, itt valóban történt szabálytalanság. Lackó rántotta meg Kovács karját. Megint minden hazai játékos visszamegy védekezni, a Bebéto egyedül ott a labda előtt, a többiek pedig fogják az embereket. Senki sem kapta át felmentést a védőmunka alól. Karán bólintja ki. Stopira. Ellövi. Lepattan, és ebből akár fordulhat a Kecskemét. Picit rövid volt Balázs labda, aztán gyönyör a sarkazás Bebétótól, és Bebéto sprintel tovább. Középen érkezik Balázs, meg érkezik a labda is. Elcsúszott Balázs Zsolt lába előtt. Bekő Zsolt sapkája a földön landol. Szép kontra. Egy kevés hiányzott a jó befejezéshez, de a hazai közönség értékeli
az, hogy nagyon szép támadást vitt végig a Kecskemét. Most már Álvarez átjött a bal oldalra. Jó passz! És még mindig ott van a labda, Lackó fejeli szögletre, igen. Úgy látszik, párosával alakítják ki a helyzeteket a csapatok. Itt a párból az első lehetőség, Bebétó beteszi, hosszú volt. Ja, tehát nem is hosszú, hanem még túlságosan meredek volt a beadás. Balázs Zsoltnak aztán itt az edző reakciója, és ugye gyorsan odaért a kapu elé. Az ellentámadásból a videóton, a szöglet után pedig Álvarez lő. És emlékezhetünk, még a mérkőzés elején volt egy ilyen páros helyzet, amikor itt is, ott is egy kicsit veszélyben voltak a kapuk. Tehát, hogy az egyik csapat ki tud alakítani egy helyzetet, el tud jutni az ellenfél kapujáig, akkor rögtön a másik is megrázza magát, és helyzetbe kerül. Nagy harcban Simon. Nulla-nulla az állás az első fél óra végén, de mindenkit arra bíztatok, aki eddig nézte a mérkőzést, hogy esetleg itt az elmúlt percekben kapcsolódott be, hogy maradjon velünk, és nézze továbbra is ezt a mérkőzést, mert bár eddig nem esett gól, szinte biztos vagyok benne, hogy fog, legalább egy, de inkább több, és azt gondolom, hogy ez egy élvezetes, jó mérkőzés, amelyben látszik mindkét csapatnál az, hogy mit akar csinálni, tehát megvan a tudatosság, amit az edzők kitaláltak, azt a játékosok inkább több, mint kevesebb sikerrel megvalósítják. Feszes a mérkőzés, és összességében az iramra sem lehet panaszunk. És a videóton komolyan veszi a Kecskemétet, azt jelzi az, hogy a székesfehérváriak visszahúzódtak a saját térfelükre. Ott szűkítik a területet. Eninful passzolja hátra. Karán. Karán indít, Bebétó mozog keresztbe. Bebétónak és Balázsnak sokat kell mozognia, sokat kell futnia. Ez persze azt is magával, vagy ezt azt is magában hordozza, hogy ha a Kecskemét nem tud gólt szerezni az első félidőben, vagy a második félidő első felében, akkor azért az erő értelemszerűen fogyni fog. Nikolic. Álvarez. Kovács indul meg, de nem tudja a labdát bent tartani. És most nem a bíróval perel Joan Cario, hanem a játékosaival. Ugye továbbra is azt tudom mondani, amit már a mérkőzés elején említettem. A videótonnak nagyon nehéz dolga van, mert rendkívül jól megszervezte a csapat védőjátékát Bekő Balázs. És a támadó játékot is egyébként most éppen Bebétó tűnik el. Nem kap szabad rúgást a hazai csapat. Hát, egyelőre lent a földön Bebétó. Elképzelhető, hogy ápolni kell majd a kecskeméti támadót, Kovács. A hazai szurkolók azt szeretnék, hogy Kovács, vagy valamelyik fehérvári játékos rúgja ki a labdát. Erre lehet, hogy lassan sor kerül. Kalatayud is jelzi a többieknek, hogy ápolásra van szükség. Na most jöhet majd a segítség. Először Iványi játékvezető megnézi, hogy mi van Bebétóval. Nagyon jó az induló sebessége a szenegáli támadónak. Folyamatosan veszélyt jelent, vagy legalábbis az, hogy ő ott van, az túl nagy nyugalomra nem ad okot a székesfehérvári védőknél. Nem volt szándékos az ütközés, és mint hogyha
mint hogyha a játékvezető még... Hát Juhász kezével találkozott Bebétó meglehetősen szerencsétlen módon. Mint hogyha ott még az imént valaki azt is jelezte volna, hogy cserére van szükség, de úgy tűnik, hogy ez nem igaz. Bebétó folytatni tudja a mérkőzést, az óriási veszteség lenne, hogy őt le kellene cserélni. De ekkora baj azért úgy tűnik, hogy nincsen. Szóval ott tartottam még Bebétó és Juhász ütközése előtt, hogy nagyon jól megszervezett a kecskeméti csapat védekezés. Itt nem csak a védőkre gondolok, hanem az egész csapat védekezés jól működik. Egyelőre az, amit a Kecskemét játszik, az nem nagyon ízlik a videótonnak. Bár azért a székesfehérváriak továbbra is amit lehet megpróbálnak, és továbbra is sokat változtatják a helyzetüket, a helyüket a játékosok. Most éppen Sándor fönn centerben, Álvarez továbbra is a bal oldalon, ők dobhatnak majd, mármint a vendégek. Ugye Lovrić fejelte ki a labdát. Hát ha ezt egy csapat jól tudja játszani, ezt az öt védős, három középpályásos és két támadós rendszert, hogyha labdaszerzés után gyorsan tudnak váltani támadásba, akkor hát ez a taktika, ez komoly fegyver. Emlékezhetünk. Nem akarok túlzásokba esni persze, de például a világbajnokságon a mexikói csapat játszott ezt kiválóan. Enim full. Kitül, fejjel egyből tovább, pont Szolnokihoz, aki jól tartja meg, aztán szépen leteszi laposan a labdát, és aztán összerogyott Szolnoki, nem véletlenül. Kitül kap sárga lapot. Van sárga terv most már mindkét oldalon. Ez nagyon szép Szolnokitól, bokából. Kipasztolta a labdát a jobb oldalra, aztán meg hát láttuk, hogy mi történt. Kovács. Kovács szerezte a győztes gólt egy fordulóval ezelőtt a Videoton ellen. Azt a meccset 1-0-ra nyerte meg Joan Cario csapata. És minden tét meccset, minden sorozatot, tehát a Liga kupát és a Magyar kupát is figyelembe véve, a Videoton mindössze kétszer nem győzött. A Liga kupában az Újpest ellen, illetve az Újpesttől szenvedtek vereséget a fehérváriak. A bajnokságban ugye, ahogyan azt már említettem, a Debrecentől kaptak ki. Az összes többi meccset megnyerték. Lovrić érkezik nagy bedobáshoz. 37. perc, annak is a vége. Enim full. Vukasovic. Elpasszolja, és most Vukasovic hiányzik a védelem közepéről. Ketten jönnek a kecskemétiek. El tudták rúgni. Enim full. Labdabirtoklással kapcsolatban nincs statisztikám, egyelőre legalábbis, de az az érzésem, hogy legalább kiegyenlített. Ami azért meglepő, és hízelgő a hazaiakra nézve. Persze, sokat tesznek is ezért Bekő Balázs tanítványai. Na itt még az előző eset. Hát jól jöttek ki belőle a kecskemétiek, a labdát is elrúgták, és senki sem sérült meg. Beadás Karán mellé fölé, meg szabálytalan is Karán ezek szerint, úgyhogy a Videótoné a labda.
nem a nyugalom szobra Bekő Balázs, de hát ez érthető is. Nyilvánvalóan ő is érzi, hogy a listavezető ellen az eddig eltelt 38-39 perc alapján van szanszuk pont, vagy akár pontok megszerzésére is. Meglátjuk. Csaklá. Stopirá. Aktívabb a fehérvári baloldal Stopirával, de előrefelé ő sem túl gyakran jut. Álvarez. Három lilamezes vele szemben. Ez lett belőle. Lackó. Szabadrugásnak kellene jönnie kifelé. Igen, a játékvezető a szájába vette a sípot, de látta, hogy hazai játékosnál maradt a labda, az más kérdés, utána rögtön elveszítette a Kecskemét. Csaklá. Álvarez szépen, finom mozdulat. Sándor György, jön Stopirá. Álvarez és Lovrić. Álvarez jön ki jól a párharcból. Kovács István már a 16-oson belül. Kovács keresi a lövőhelyzetet. Lekészíti, Simon lő, levágódik. Most szépen játszotta lövésig az akciót a székesfehérvári csapat. És marad a labda a Videotonnál. Szolnoki. Szolnoki kéri a többieket, hogy segítsenek. Nem segítettek. Vukasovic. Kovács kergeti. Nincs kint. Bebétó elesik. Mehet tovább. Itt a kispadoknál dolgozó asszisztensnek nincs könnyű dolga a mai mérkőzésen. Hol az egyik, hol a másik vezetőedzővel kell megvitatnia a történéseket. Álvarez végzi majd el a vendégek sarokrúgását. Hát a hosszú oldalra, ketten is vannak, hogy Csaklá bólintja el, és fordulna a Kecskemét, de hát Bebéta pontosan tudja, hogy elől nincs senki, most már ő sem tud szaladni a támadással, mert Bebéta kapott egyet a pálya közepén, illetve a hazai térfél közepén. Kovács elveszíti, Simon. Szolnoki. Kovács. Szép. Ez is szép. Kovács István tovább teszi. Még mindig ott van. Juhász Roland lőtt végül. Ez lehet a kulcs a székesfehérvári védőjátékkal szemben, amit Kovács Istvántól láttunk. Ugye Kovács elindult és levet két embert. Nikolić. Szöglet. Most ott tudja tartani a labdát a Videoton, a kecskeméti kapu előtt. Itt már Kovács egy emberen Eninfullon túljutott, aztán Lovrićon is könnyedén, hát Lovrić utána sétál tovább, nem lehet azt mondani, hogy nagyon sprintelt volna. Bebétó. És Kovács fog kapni egy sárga lapot. Hát tudják a Videoton játékosok, most tudta egészen konkrétan Kovács István, hogy Bebétót meg kell állítani. És ő megállította. De csak úgy tudta, hogy a szabálytalanságért joggal sárga lapot adott neki Iványi játékvezető. Jól látható, hogy Bebétótól tartanak a székesfehérvári játékosok. Kovács tulajdonképpen most olyan helyzetben vállalta a sárgalapos szabálytalanságot, Lesz, hogy igazából akár tovább is engedhette volna Bebétót, mert létszámfölényben voltak a védők, mégis inkább úgy döntött Kovács, hogy jobb, hogyha ő ott szabálytalankodik. Gyurcsó. Szöglet.
Az utolsó előtti percben járunk a rendes játékidőben. Természetesen megérkezik Juhász Roland. Most indul Juhász a labda felé, és elszállt Juhász feje felett, jön Tuivel. Juhász Roland azt mondta, hogy ő szerette volna, sőt nem csak szerette volna, hanem be akarta bizonyítani akkor, amikor hazaigazolt a Videótonba, hogy ő 31 évesen is egy jó futballista, sok van még benne, és hát sikerült is ez Juhásznak. Ugye azt említettem már, hogy 4 gólos a bajnokságban, a védő munkája kiemelkedő, a támadásokban fontos szerepet vállal magára. Úgyhogy Juhász Roland a bizonyíték arra, hogy a magyar bajnokságban is fel lehet készülni, vagy talán fogalmazhatok úgy, hogy lehet nemzetközi teljesítményt nyújtani, olyan teljesítményt, ami nemzetközi mércével mérve is jó. Pedig hát azt is elmondta Juhász, hogy nem volt ugye könnyű periódus akkor mögötte, mert ugye az Anderlechtnél nem úgy vált el, ahogyan szeretett volna, egy sérülés is hátráltatta, de aztán szépen lépésről lépésre felépítette magát Juhász Roland. Most a védelmet kell irányítania, mert Lovrić adja középre a labdát. Ez így Kalata Judé. 1 perc lesz a hosszabbítás az első félidő után, úgyhogy még egy bő perc van hátra ebből a játékrészből. Szabadrugás. Álvarez. Rossz a passz. Stopira. Ez veszélyes! Nikolić csak így tudott belefejelni, egy picit magas volt a labda. És Tuivel egyből nyomja előre, csak Bebét ugye megtapsolja a kapust, mert az elképzelés ezek szerint jó volt, csak a kivitelezés nem volt elég pontos, Bebét nagyon messze volt a labdától. Sándor György, egy akció még belefér. Sándor! Tuivel a végállomás. És kedves nézők, Iványi játékvezető most fújja le az első félidőt. Gól nincs egy félidő után, tehát Kecskemét Videóton 0-0, de továbbra is úgy gondolom, hogy ez egy érdekes mérkőzés. Azt is tartom, hogy lesz gól ezen a találkozón, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy maradjon velünk ma. Köszönöm szépen a szót. Hát sok mindenről beszéltek ugye a stúdióban is, Mére Jandék, meg hát itt az interjúban is elhangzott sok minden. Azért nyilvánvalóan, hát egyfelől ugye 0-0-ek döntetlen az állást, másfelől azért tudjuk, hogy a Videóton milyen játékosokkal áll, tehát temetni semmiképpen sem kell őket egy ilyen fél időt követően sem. Már csak azért sem egyébként, mert Kovács István például azt mondta az előző fordulóbéli Honvéd meccsel kapcsolatban, amit nem túl sziporkázó játékkal, de azért 1-0-ra megnyert a Videóton, hogy ez a mostani csapatnak az erőssége, hogy akkor is meg tud nyerni mérkőzést, akkor is be tudja gyűjteni a 3 pontot, hogyha adott esetben nem futballozik szenzációsan. Ma eddig a Videóton nem futballozott szenzációsan, talán mondjuk azt, hogy a taktikai harcot, mert ez valóban ez volt, az volt, amit az első félidőben láttunk, tehát ez nem csak egy ilyen fedőszöveg, tehát itt valóban komoly stratégiai, taktikai harc volt, ebből az első félidőben egy fokkal, vagy egy fél fokkal jobban jött ki a Kecskemét, aztán most majd meglátjuk, hogy valami változás lesz a második félidőben. Az biztos, hogy a második félidő ünnepélyes kezdőrugását Fekete István Márk végezte el, aki a KLC KT U14-es B csapatának futballistája, és a születésnapjára kapta ezt a lehetőséget. November 5-én ünnepelt a születésnapját, Isten értesse az ifjú futballistát. Csere a szünetben nem volt. Savic.
Bebétó felé. Juhászon természetesen nem száll át a labda, meglepő lett volna egy ilyen beadást, elvét Juhász Roland. Vukasovic. Elindul Vukasovic. Érdekes, hogy olykor a kecskemét védelem közepéről szokott belépni a támadásokba. Elég bátran, most is elindult előre, de rossz helyre passzolt. Azért mondtam, hogy érdekes, mert az azért nem túl sűrűn látható, hogy a abszolút a védelem közepén futballozó játékos induljon előre. Lövő helyzet, elgurul a labda keresztbe. Álvarez. De lesről szó sincs, hogyha Álvarez hozzá tud érni a labdához, akkor valószínűleg érvényes gólt szerzett volna. Az is látható, hogy Nikolic nem talált el jól, hát ő egészen nyilvánvalóan kapura akart ezt lőni, nem Álvarezt kereste, de lecsúszott a lábáról a labda. Lackó. Bebétó. Most jobban járt volna, hogyha passzol. Nikolic. Jön Stopira. És Stopira gyors. Lovrić viszont pontos, és jól helyezkedik. El is vette, meg is szerezte a labdát Stopirától. És most már próbál ritmust váltani, a sokat emlegetett ritmusváltást láthattuk megint a kecskemétiektől, de most jól zárt vissza, és gyorsan zárt vissza a vendégcsapat. Vukasovic. Gyagya. Lackó már húzódik az oldalvonalhoz, Enin full és kitül középen. Lackó kapja a labdát. Bebétó előtte, jön felé Bebétó. Enin full. Szép lett volna, ha nem gurul ki időközben a labda. Kovács, Nikolic, egyből vissza Kovácshoz, és Kovács ott ritmust vált két ember között. Most már négyen vannak Kovács körül, visszateszi, aztán megy tovább Kovács István, egyből lő. Hát szeretett volna. Most a videóton kontrázott, de Kovács István nem talált el a labdát döntő pillanatban. Álvarez. Álvarez még balra indult, Álvarez. Pedig a jobbján ketten is várták a labdát. Álvarez megint. Ki a bal oldalra. Egyedül Kovács van középen, tehát a beívelésnek nem sok értelme van. Vagy értelme lenne. Hát igen, erről beszéltem. Ráadásul pontatlan is volt. Nagyon pontatlan a labda. Sándor. Ez szép passz. Lehet lőni. Levágódik. Kezdezést reklamálnak a videótól játékosok. Legalábbis lehet, hogy elsőre nagy lendülettel reklamáltak, aztán abba hagyták. A padnál is ez a téma. Talán, mintha valóban egy hazai védő kezét érte volna a labda, de elsőre úgy tűnt, hogy ez egy testhez szorított kéz volt. Majd a lassítás során okosabbak leszünk. De egyelőre nem tudunk lassítani, mert a videóton rátesz egy lapáttal itt a második félidő elején. Álvarez. Szép csel. Na most mihez kezd vele Álvarez? Kovács. Ez az agresszivitás, ez a nagyobb lendület hiányzott a székesfehérváriak játékából az első félidőben, ami itt a második játékrész elején megvan. Ugye, ahogyan Vukovics László is elmondta a stúdióban, teszik ők a dolgukat, de ez az első félidőben kevés volt. Itt a második félidőben lendületesebb a videóton. Most Stopira igen-igen lendületes. A beadása az egyelőre nem kiváló. Kitül fejelt egyet bele, aztán Gyagya toldja meg. És most Lackóé lesz. Bebétó is mélyen hátul a saját térfelén, de gyönyörűen tette le Bebétó Balázsnak. És Balázs agresszív, harcos, a földre kerül, ő kap szabadrúgást. Pedig már úgy tűnt egy pillanatig, hogy Balázs Zsolt elveszíti a labdát. Lehet, hogy a fehérváriak is így gondolták, de Balázsnak más volt a véleménye.
harcos Balázs, már az első félidőben is nagyon jó értelemben véve agresszíven futballozott, mert itt az iménti eset nem, ez nem 11-es, szó sincs róla. Nem, ez nem, nem ér büntetőt. Bebeto, megint látványosan tovább lackó, utoléri, szép játék, Kalatayud! Balázs fejezte be lövéssel az akciót, de nem találta el jól. Továbbra is jó a meccs, 51. perc. Érdemes figyelni Bebetót, nincs les, a megmozdulás az gyönyörű, mint ahogy a lackó beadása is kiváló. Hát itt is a lövésnél volt gond, mint ahogyan Kovács helyzeténél nem sokkal ezelőtt. Simon. Ha ide jönnek a mi pályánkra, nagy csatára számíthatnak, egy pillanatig sem szabad velük elhitetni, hogy nyerhetnek, ezt mondta Bebeto a mérkőzés előtt, és valóban a Kecskemét ennek szellemében futballozik. Eninful. Lovrics, remek labdát kapott Eninfultól. Szolnoki szögletre. Nagyon-nagyon dühös Joan Carillo, azért, mert Szolnoki szögletre bólintotta ezt a labdát, ugye nem jött Szolnoki mögött kecskeméti játékos, csak hát ezt valószínűleg Szolnoki nem tudta, és nem szóltak neki a társak, úgyhogy tulajdonképpen ajándékba kapott egy szögletet a Kecskemét. Savic végzi majd el. Jön Bebeto, hogy kicsiben kapja a labdát esetleg Savictól, nem ő kapja, de így sem középre tekerte Savic, hanem Balázshoz passzolt. Balázs vissza a csapatkapitányhoz. Savic, ez veszélyes, Juhász kiválóan helyezkedett. De rövid a felszabadítás, aztán gyenge a lövés. És most a 15-ös belső védő Gyagya támadta le a székesfehérváriakat, majdnem labdát is szerzett a Kecskemét, de hát azért ez valószínűleg nem volt megbeszélve. Gyagya még ugye elől maradta, vagy elől ragadt a szögletet követően, és kamikáze akcióba kezdett kis túlzással. Lökés. Juhász sportszerűen felsegíti Bebetót, a hazaiaké a labda. Bebeto a mezőny legjobbja. Eddig legalábbis. És hát, hogy is szokták ezt mondani, hogy csak hogy érezze a törődést, időről időre szabálytalankodnak vele a vendégjátékosok. Sándor. Na most Sándor előtt van egy kis terület, felnézett Sándor György, jó apasz, Kovács István vissza kényszerítőbe, megint Kovács. Kovács gyorsít rá, Kovács, és szabadrugás, igen. Sőt, sárga lap. Ezek szerint Eninful kapja, vagy Lovrics. Eninful. Érzi Kovács István, hogy valamit csinálnia kell. És hát ez a valami leginkább a gyors ritmusváltás, hogyha ő egy, vagy akár hát az ő játékában abszolút benne van, hogy két embert is le tud venni, akkor már ugye egészen más, akár létszám fölényes, vagy legalábbis sokkal jobb helyzetbe kerülhet a videóton. Most egy ilyennel próbálkozott Kovács István, szabálytalanság lett a vége, Tuivel van munkában.
25 méterre a labda a kaputól. Álvarez. Ez rossz. És csak a statisztikát kedvelők kedvéért mondom, hogy két sárga lap eddig mindkét oldalon, ugye a hazaiaktól most Eninful és korábban Kitül Miklós kapott lapot. A videótomból Sándor Györgynek és Kovács Istvánnak van sárgája. Kovács. Ez sem tűnt szabályosnak, mehet tovább, Simon. Lovrić. Savic segített neki, na, most egy kicsit elszabadultak az indulatok. A játékvezetőnek azt hiszem, hogy most majd meg kell fognia a találkozót. Ugye hát feszültek az edzők, feszültek a játékosok, feszült a mérkőzés. A mérkőzés jó értelemben feszült. Meg kell talán nyugodnia mindenkinek egy kicsit. Nyilvánvalóan, hogyha a játékosok vagy az edzők úgy gondolják, hogy a játékvezető egy esetet az ő kárukra ítélt meg, rosszul ítélt meg, akkor ez esetleg ott maradhat a fejekben, akkor is, hogyha igazuk van a reklamálóknak, és akkor is, ha nem. Rossz labda Kittel, Savic, kiteszi bal külsővel Balázshoz. Balázs mögött ott van Lovrić, középen jön Kittel, ott van Bebeto, és megjött Savic is. Mire megérkeztek a társak, addigra Kalatajut kezében volt a labda. Szép becsúszás, Vukasovics megint elindul előre, szabadrúgás, gyorsan elvégzi Vukasovics, hát pont útban volt Iványi, nem tehetett a bíró a dologról, de a videóton visszaadja a labdát. Karán, Kovács támadja. 59. perc, továbbra sincs gól, de továbbra is minden esély megvan arra, hogy majd lesz. És Bekő Balázs fog először változtatni. Jön majd Patvaros Zsolt 8-assal Kitül Miklós helyére. Videóton szöglet, Patvaros egyelőre melegít. Sikerül megcsúsztatni, többen is érkeznek, óriási bravúr Tuivel. Hát nem véletlenül fogja Juhász Roland a fejét. Nagyon közel járt a gólhoz a videóton. Nikolit csúsztat és Juhász bújt ki Kará háta mögül középen. Nem, Sándor György csúsztatott, ott jön Juhász. Tuivel reflex mozdulattal kitolta. Megint jön a labda, na ez most már a kapusé, megnyugodhatnak a hazaiak. Az eddigi legnagyobb vendéghelyzet. Mehet még. Kitül, ez is lap lesz, igen, hát Kitül még mielőtt lejönne a pályáról, kiharcol egy szabadrúgást, és a játékvezető a szabálytalanságot követően ad egy lapot joggal Stopirának. Most a csere.
az első csere, tehát a mérkőzésen Patvaros a pályán kitül helyén. És ahogy már az első félidőben láthattuk, hogy Videóton szabadrugásnál minden hazai játékos védekezik, most a Kecskemét végezze a szabadrugást, és minden Videóton játékos ott van hátul. Így is sikerül azonban elfejelni, de lesz-e lövés? Nem. Nem lesz. És mutatja Joan Carillo, hogy mindenki jöjjön előre, jöjjenek ki a védőjátékosok. Szűkítsék a területet. Megvan a labda, Kovács, Lackót választotta, Eninful. És Lovrić sprintel a jobb oldalon, de utolérje a labdát, utol bizony. Lovrić egy az egyben Stopirával szerel Stopira, aztán Lovrić oda is rugott neki, előny szabály mehet tovább, de Stopira a földön marad. Eladta Gyurcsó, ha jól láttam. Most meg a Kecskemét teszi így, a Videóton dobhat. Lovrić is tudta, hogy ha ezt a csatát, ezt a párharcot megnyeri, akkor nagy helyzetbe kerülhetett volna a Kecskemét. Stopira. Sándor György. Álvarez. Kovácsa kicsiben próbálnak játszani, elveszítik. Bebeto. Bebeto vagy Balázs szinte mindig megjátszható, amikor a Kecskemét megszerzi a labdát. Jó teljesítményt nyújtanak mind a ketten. Simon. Szolnoki. Kovács. Uha, Kovács egy kicsit összeszólalkozott Lackóval. Pedig az eset, amiért szabadrugást kap a Videóton. A játékvezetőnek van még némi mondani valója, meg Bebétonak is van mondani valója, ő Kovácsot választotta. A bíró magához rendeli Lackót és Kovács Istvánt, de most már azért lassan el lehet majd végezni a szabadrúgást. Sándor György középen, Gyurcsó meg a labda mögött. Ez nem rossz. Lackó fejjel. Szolnoki. Juhászt keresi, Juhász el is tudja fejelni Tuivel kezébe. És Tuivel, ugyanúgy, ahogy láttuk már az első félidőben, most is egyből rúgja előre a labdát. Balázs nem tudja megszerezni, de nem sokon múlt. Jön a második hullámban Savic, de érkezett Gyurcsó is. Álvarez most már, Sándor. Visszaszerzi a Kecskemét, de szabálytalanul. És ez az ítélet nem vált ki szimpátiát Iványi felé a kecskeméti szurkolók körében. Kicsit lök Balázs, aztán Stopira nagyon szépen húzta ki a labdát. Jóformán az egyetlen jó megoldást választotta. Juhász, ki fog gólt szerezni? Mert bár gól nincs, a meccs továbbra is jó, bár lenne minden mérkőzés ilyen jó, mint ez a találkozó. Álvarez került a földre, 66. perc. Stopira. Most Álvarez és Kovács is a jobb oldalon, Kovács most húzódik középre, Sándor kéri a labdát.
Szolnoki megjátszott a jobb oldalon, csak nem itt, ahova a labda érkezik. Gyönyörű, Juhász Roland. Na Szolnoki most már meg tudta kapni a labdát. Ez a becsúszás is kiváló. Álvarez, Bebeto. És Arturo Álvarez rúgja ki. Nagy harcok. Komoly összecsapások. És hát elszánt tekintetek. Gyönyörű esernyőcsel Balázs Zsolt. Aztán visszakapja Bebeto. Balázs, nagy játék. Középen érkezik Bebeto, de sokan vannak a védők. És az egyik védő eltakarította a labdát. Csaklá volt az. De milyen szépen jutott el beadásig a Kecskemét. Álvarez, hoppá. Hát ha a szünetben azt mondtuk, hogy az első fél időben egy fél fokkal, egy fokkal, ahogy tetszik, de mindenképpen jobb volt a Kecskemét, inkább az történt, amit a Kecskemét akart, akkor eddig ugye most a második fél idő közepéhez közeledünk. Azt hiszem, hogy a második fél időben is inkább az történik, amit a Kecskemét akar. Persze volt komoly gólszerzési lehetőség a videót, annak is nem szabad elfelejteni. Ugye Juhász fejelt, meg Kovács luftot rúgott korábban. De hát a túloldalon szintén volt helyzet. Egy valami nincs, egyelőre gól. Mi van oda tetoválva Szolnoki combjára? Ez rejtvény kérdés is lehetne. Most erre a kérdésre nem kapunk választ. Gyurcsó készülődik megint. Ugye nem sokkal ezelőtt hasonló helyről végezhetett el szabadrúgást. Most megint ő a labda mögött. És cserélni fog. Kleinhelzer jön majd a videótomba. De csak a szabadrúgás után. Gyurcsó tehát. Veszélyes, sikerül kifejelni, Karán bólintotta el, de marad a labda Álvareznél, megint Gyurcsó. Na ez már nem annyira veszélyes, mint az iménti volt Tuivel, nem tudja megfogni, és nem fújt a játékvezető, hát most szerencséje volt Tuivelnek. Mérgesen néz Iványi bíróra, és egyből rúgja előre, csak most rossz helyre. De még így is megvan Bebetónak, nem érti Joan Carillo, hogy miért fejelt a védője pont Bebetóhoz. Lovrić. Előtte Patvaros, középen hárman, de most Lovricsnak nincs könnyű dolga. Szerintem ő egy szöglettel tökéletesen elégedett lenne. Hoppá! Lovrić! A szöglet megvan, de hát az, ahogyan kicselezte a védőjét Lovrić, az még a szögletnél is többet ígért. Itt még az iménti eset. Ugye, ahogyan Tuivel nem tudta megfogni a labdát, hát bizony ott Juhász és Csaklá megtámasztották a kapust. Na most már nézzük a Kecskemétet, ugye szöglet lesz. Ez nem a legjobb figura volt. Ez most Bekő Balázs nem érti. És próbál gyorsan támadni a videóton. Nikolić, Juhász Roland egészen meglepő pozícióban. Juhász adja be, és van érkező méghozzá. Stopira a túloldalon, ellövi, levágódik, még mindig ott van a labda. Sándor György gyűjti össze. Most a videóton vezetett végig, veszélyesen egy kontratámadás. Sándor lő, megint van blokkoló láb, de a labda még mindig ott pattog. Most sikerül kihúzni. Gyurcsó Ádám helyére érkezik majd Kleinheisler, kapom közben az információt. Bebeto támadja a kapust. Látjuk, hogy megvan az eredménye. A Kecskemét labdát szerez, és ha most gyorsan tudna dobni Patvaros, akkor egyből oda dobhatta, hajíthatta volna a labdát Bebetohoz. Közben kihozta bíró egy lapot, méghozzá Lackónak.
Kovács, ott van Eninful. És Kovács majdnem lerántott Eninful, de aztán valószínűleg eszébe jutott Kovács Istvánnak, hogy már kapott sárga lapot. 20 perc van hátra a mérkőzésből. Juhász, Álvarez mutatja Bekő Balázs a játékosnak, hogy valaki vegye fel Álvarezt. Kovács kapja a labdát. Nagyon aktívan futballozik Kovács István is, és Arturo Álvarez is. Előnyszabály, Sándor, lapos passzok, nincs lövés, és most már úgy tűnik, hogy nem is lesz. Egy videótól játékos Simon Ádám a földön, Álvareznél a labda, már a 16-oson belül keresi a lövőhelyzetet, most lágyan emel. Nem jó a felszabadítás, rossz a fejes, de Sándor György nem tudott egyből lőni. Hát óriásit hibázott Karán. Majdnem letette lövésre a labdát Sándor Györgynek. Simon Ádám patvarossal találkozott. Na most már jól van Simon, lehet cserélni időközben. Lejön Gyurcsó tehát, és a helyén Kleinheisler. Egyet-egyet változtattak tehát eddig a vezetőedzők. Álvarez. Hát a hosszú oldalra. Még mindig ott van, Juhász fejel, és nincs lövés. Stopira. Tud-e kontrázni a Kecskemét? Patvaros nem, de a labda Eninfulhoz kerül. Gyönyörű Eninful! Komolyan mondom, több szép megmozdulást, jó cselt látunk a mai mérkőzésen, mint sokszor több mérkőzésen együttvéve, és nagyon jó, hogy ezt a meccset lehet dicsérni, kell is dicsérni. Az már sokkal rosszabb, hogy ajj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 aj
csak Kleinheisler arcával. A most becserélt Kleinheisler a földön. Nem volt ilyen szándékos természetesen az, amit Patvaros csinált, nem akart ő megrúgni Kleinheislert. Tehát láthatjuk, hogy le kell jönnie a videóton cserejátékosának, és a vérzést el kell állítani. Hát még jó, hogy nincs nagyobb baj, és mondjuk nem talált el a szemöldökét, vagy a szemét Patvaros. Ad egy lapot, de kinek ad lapot Iványi? Patvarosnak. És akkor piros. És akkor piros. Hát ez érdekes. Patvarost, aki csereként állt be, kiállítja a játékvezető a második sárga lapja után. Ez csak azért érdekes, mert egyfelől az én könyvelésemben nem volt Patvarosnál sárga eddig, és a kollégáim sem láttak ilyet, de akkor valószínűleg mi erről lemaradtunk, mert Patvaros nem reklamált. Tehát a lényeg az az, hogy Patvarost második sárga lappal kiállítja Iványi játékvezető, ember hátrányban folytatja a mérkőzést, a Kecskemét. Hát innentől kezdve természetesen egészen más a helyzet, a mérkőzés utolsó negyed óráját létszámfölényben futballozhatja végig a videóton. Ott a lövés levágódik, Sándor György pedig ezt nagyon jól találta el a videóton csapatkapitánya. Nikolic, hát ő eddig nem volt sokat játékban a mai mérkőzésen, persze nagyon nehéz helyzetben volt eddig a sok hazai védő között. Most már valószínűleg, illetve hát nem tudom, hogy könnyebb lesz a helyzete, mert innentől kezdve aztán a Kecskemét még jobban fog figyelni a védekezésre. Álvarez jön Tuivel. És rögtön reagál Bekő Balázs, be fogja küldeni, hármassal fújtjik Dominikot. És Bebétot hívja le majd Bekő. Hát ez érdekes. Hát ez érdekes. Mert értem én, hogy ember hátrányba került a csapat, és
hátul kell stabilizálni a kecskeméti együttes, de pont bebétolt. Kleinheisler, jelentem, most ért vissza. Bebéta meg lejön, és Fótyik áll be. Persze ugye 5 védője, 3 középpályás és 2 támadója van. Patvarost a középpályáról veszítette el a Kecskemét. Be kell küldeni oda valakit. De hát ez biztos, hogy nagyon rossz szájízzel és hát nagyon rossz érzésekkel csinálja meg, húzza meg ezt a változtatást Bekő Balázs. No, lássuk még egyszer. Ez volt az első sárgalap, köszönöm a kollégáimnak, és ez jogos volt, itt pedig a második eset. Hát, ez nem volt szándékos. Nagyon csúnya, nagyon rondán néz ki az, ami történt. De, hogy ezért a második sárgát felmutatni, szerencsétlen eset volt, ez tény. Nem tudom. Vannak kétségeim. Cserél a videóton is Sándor helyén, a hajrában Trebotic. Álvarez egy biciklicsel, Álvarez már az alapvonalnál, visszateszi, jön Szolnoki, Kleinheisleré. Kleinheisler, Nikolic ki az oldalvonalhoz Topirának. Bedobás. Lovrić fejjel, röviden. Szöglet. Kleinheisler kapott egy raktapaszt. Tulajdonképpen ahhoz képest, hogy valóban milyen csúnyán nézett ki, mondom még egyszer, szerintem szerencsétlen és nem szándékos eset, ahhoz képest Kleinheisler olcsón megúszta. Álvarez. Innentől kezdve a Kecskemétnek már nyilván jó a döntetlen, jó az egy pont. De vajon meg lesz-e? Hát Savic előre rúgta a labdát, tudta, hogy nincs ott senki, de hát mégis csak el kellett rúgnia. Marad a videótonnál. Nikolic. Lövő helyzet, lövés mellé! Csáklát üzelt. Hát nyilvánvalóan a hazai játékosok, most például Tomás Tuivel, ahogy csak lehet, azért próbálják lassítani a játékot. Időközben Juhász Roland kijön, mert ápolni kell. Ugye nem sokkal ezelőtt ütközött, és neki a szemhéja, vagy ott a szemöldökénél, egészen pontosan ott a szemöldökénél repett fel a bőr. Savic. Fótyik jön a hosszú oldalon, Savic megpróbál kiosztani egy kötényt, nem sikerül. Hát úgy döntött Bekő Balázs, hogy Balázs Zsolt és Bebéta közül utóbbit hozza le. Ezek szerint a hazai vezetőedző még Balázs Zsoltban érez, lát többet. Mert nyilvánvalóan azért valaki kell előre, a labdát kell tartani, meg hát nem lehet feladni a kontratámadások lehetőségét teljesen. Itt az az eset, amelynél Juhász Roland megsérült. De most már Juhász újra ott van a pályán. És egy újabb cserejátékos ott van Joan Carillo mellett. A vendég vezetőedző tehát kihasználja nem sokára a harmadik változtatási lehetőségét. Kleinheisler és Trebotic már a pályán. Jön majd Heffler Tibor Szolnoki Roland helyére. A 3 pont kell tehát a videótonnak, hát nem meglepő, emberelőnyben futballoznak. Már úgy körülbelül 5-6 perce, és még van szűk 10 perc a rendes játékidőből hátra. Stopira,
Kovács. Kovács és Vukasovic. Nikolic. Eldől. Kovács, kifelé jár a szabadrugás. Igen, jó döntés. Nikolic Nemanja, akinek 2015 nyarán lejár a szerződés, és a hírek szerint ezt a mérkőzést megtekinti az AEK Atén megfigyelője, mert a görög csapat nézte ki magának Nikolicot, sőt, nem csak a görögök, hanem egyszerűen az Vezda is kinézte Nikolicot, úgyhogy vannak kérők. A kérdés az már csak az, hogy lesz-e valami az átigazolásból akár már most télen, vagy csak majd a későbbiekben. Nikolic piaci értéke most nagyjából olyan 1,1-1,2 millió euró, legalábbis a transfermarkt.de és becslése és más becslések alapján. És ha már láttuk Nikolicot, akkor ugye ő vezeti a góllövő listát 13 góllal. A hazaiak közül a már lecserélt Bebétó a legeredményesebb 5 találattal. A Balázs Zsolt a kecskemétieknél a második 3 góllal. Kovács István a Videótonnál a második 5 góllal. Trebotic. Kovács. Jó a szerelés. És cserélni fog majd Bekő Balázs is. Hát persze ember hátrányban, frissíteni kell. Balázs sprinttel két védő között. Elfejelte a labdát Csaklá emberhez. Stopira. Novák Csanád érkezik majd a Kecskemétbe, Vladan Savic, tehát a csapatkapitány helyére. Nem, változott a helyzet. Balázs Zsolt helyére érkezik majd Novák Csanád. A másik támadóját is lehozza, tehát Bekő Balázs. Nagyon sokat futott egyébként Bebétó és Balázs Zsolt is. Rossz lövés, Kleinheisler. 84. perc továbbra is, 0-0 az állás. Most a csere. Balázs Zsolt sétál le a pályáról. Hát ez nem Kleinheisler napja, megint fejbe rúgták. Novák Csanád elől, innentől kezdve hazaiaknál. Abszolút logikus döntés, ugye minél inkább meg kellene tartani a labdát a Kecskemétnek, minden másodperc aranyat érhet. Oda előre egy friss embert beküldeni, tulajdonképpen nyilván még arra is gondolt Bekő Balázs. Ki tudja, lehet, hogy egyszer el tud szaladni, és gólt lő Novák. Persze egyelőre a Kecskemét igen-igen messze jár a góltól. Próbálja őrizni a kapuját, hogy nehogy ők kapjanak, mert a kecskemétiek kapjanak gólt. Heffler. Stopira. Juhászt kereste. Juhász centerben most már, stabilan, Álvarez. Ő is Juhász felé tekeri. Eninful, mellel, Savic. Nem tudja megtartani. Szűk 5 perc van hátra a rendes játékidőből. Kleinheisler. Joan Carillo úgy támaszkodott a térdeirát, szinte
mint aki ki akar robbanni és beszaladni a pályára, segíteni a játékosoknak. Heninful nagyon ügyesen. Innentől kezdve nyilvánvalóan a videótonnak kudarc lenne az, hogyha nem tudná három pontot megszerezni, mert a mérkőzés hajrájában emberelőnyben futballozik, és egyébként is ugye a videóton a lista vezető. Döntetlenje még nincs a székesfehérvári csapatnak. Pillanatnyilag úgy áll a helyzet, hogy lehet, hogy majd most lesz. Kleinheisler. Alvarez. Visszateszik Kleinheiserhez. Senki nem ért hozzá, kirúgás. Úgy tűnt valóban, hogy lecsúszott Kleinheisler lábáról, és a játékvezető is így látta. Nem ért hozzá Lackó. Bekő Balázs is szinte a pályán. Nagyon izgalmas utolsó percek elé nézünk. Lackó, Novák megy előtte és kéri a labdát. Beáll a védőjének, Simonnak, hát aztán nem tudja megtartani. Trebotic. Kleinheisler. Ficóból rögtön lehet tudni, hogy nála van a labda. Nyilván nem felejtik el, hogy róla állította ki a játékvezető Patvaros, de hát arról ugye Kleinheisler tehetett a legkevésbé. Heffler. Nagyon nyom a videóton. Ajjaj, ez is csúnya volt. Pótyik. Hát ez alsó hangon sárga lap. Nem tudom, lehet, hogy Iványi nem látta tisztán az esetet. Nagyon csúnya volt az, amit Pótyik csinált. Hátulról. Szerintem ez sárgalapos eset volt. Fócsik ezt most megúszta. 89. perc. Juhász. Ezúttal nem húzódik előre, hogy valaki esetleg betekeri. Ezt Juhász alig, hanem el fogja lőni. Hát azért elég messze van a labda. Juhász ellövi fölé. A videótól 36 ponttal lista vezető, miközben még egyszer Juhász bombája. Az MTK 30 pontos. A második MTK. A harmadik a Ferencváros most, de hát ugye a Fradi már tegnap játszott és győzött a Honvéd ellen. Stopira fejjel. Négy perc hosszabbítás lesz. Azt hiszem, hogy ez a négy perc összességében reális. Volt kiállítás, volt ápolás, sok csere, ez nagyjából azt hiszem, hogy reálisnak mondható. Heffler. Trebotic. Stopira. Kihúzódik Kleinheisler a bal oldalra, jön vele Savic. Ott van Lovric is, ha esetleg kell segíteni, nem kell kirúgás. Tudom, hogy azt mondtam többször is, hogy ezen a mérkőzésen úgy gondolom lesz gól. Lehet, hogy az állítás hamisnak bizonyul. Még négy percük van a csapatoknak arra, hogy eldöntsék a találkozót. De ha nem lesz gól, akkor is azt hiszem, hogy ez egy igen-igen jó meccsnek mondható. Bár, mondom még egyszer, bár lenne sok ilyen meccsünk, és hogyha ilyen a találkozó, ha ilyen feszült, ha ilyen eseménydús, hogyha vannak helyzetek, akkor a 0-0 is megbocsátható.
Heffler. Trebotic. Megint Heffler. Kleinheisler bekerült a darálóba, ott van Sándor György. Sándor György még mindig nem tud lőni. Stopira, ő meg beemeli középre, elmegy a hosszú oldalra, van érkező ember, nincs bent. Mi maradt ki? Hősiesen védekezik a Kecskemét, és a Videoton nem tud gólt szerezni, nem tudjuk lassítva megmutatni ezt az óriási lehetőséget egyelőre. Trebotic. Hatalmas helyzet maradt ki, kirúgás. Kleinheisler, dühöng a cserejátékos. Nem kirúgás, szöglet. Trebotic érkezett a hosszú oldalon, és levágódott a labda. Nem, a kapu, igen, hát levágódott, csak nem védőjátékosról, hanem a kapufáról, de azért ott volt gyagya a kapufa mellett. Videóton szöglet, már a hosszabbításban, a rövid oldalra, és ebből még akár fordulhat a Kecskemét, Savic. Novák sprintel előre, hogy legyen valaki, aki segít. Elveszti a labdát a hazai csapat. Simon, Stopira. Stopira. 2 perc van hátra a hosszabbításból. Álvarez. Álvarez. Lágyan. Túlságosan lágyan. Azt is lehetne mondani, hogy eléggé gyengén, rosszul emelte középre a labdát. Lehúzza Tuivel. Társak talán mondják neki, hogy ülj rá, tedd a mez alá, vagy vidd haza a labdát, ahogy tetszik. Csak teljenek a másodpercek. Tuivel rúgja Novák felé. Csáklá. Heffler. Nem tudja egyelőre bejuttatni a labdát. Tuivel kapuja elé a Videóton. Stopira. Na most jön a tekerés. 1 perc van hátra a mérkőzésből, akkor, amikor a Videóton kiharcol egy szögletet. Lehet, hogy az utolsó lehetőség. A 11. vendégszöglet következik, természetesen Álvarez. Ugye ő vagy Gyurcsó, Gyurcsó már nincs a pályán. Bekő Balázs viszont már majdnem a pályán van. Álvarez. Eninful. Jó helyre fejeli. Stopira, Álvarez. Egy emberen átjátsza magát. Álvarez. Lackó. 20 másodperc van hátra a jelzett 4 percből. A Videóton minden erejével támad, a Kecskemét pedig mindent mozgósít azért, hogy megszerezzen 1 pontot a listavezető ellen. Simon, vajon lesz-e még idő egy ívelésre? Nem, itt a vége a mérkőzésnek. Kecskemét Videóton, kedves nézők, 0-0. Egy nagyon jó mérkőzést láthattunk, amelyen a Kecskemét megérdemelten szerez 1 pontot. Ugye az utolsó 4 órában a hazaiaknak ember hátrányban kellett futballozniuk. Igen, vitatható, úgy gondolom, Patvaros második sárgalapja.